Sziasztok, Zsuzsi vagyok, NLP és Life Coach, hipnoterapeuta, valamint manifestációs szakértő. Emellett folyamatos képzésekkel biztosítom, hogy mindig a legmodernebb, legkorszerűbb tudományos és manifestációs eszközökkel lássalak el benneteket a vágyaitok elérése érdekében. Ha hasznosnak találod ezt a videót, kérlek iratkozz fel a csatornára, és nyomj egy lájkot erre a videóra, mert így a segítségeddel a YouTube algoritmusa sokkal több emberhez juttatja el ezt az információt. Ha szeretnél konzultációra jelentkezni, vagy jelen bármelyik workshopomat, vagy meditációs, vagy hipnózis audiómat megvásárolni, minden linket megtalálsz a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy a nézem vagy. Ma arról szeretnék beszélni röviden, hogy miért fontos elengedni azt, hogy hogyan történik meg, amit szeretnénk. Minden egyes manifestációs tananyagban úgymond tanítótól elhangzik az, hogy nekünk csak arra kell fókuszálni, hogy mit akarunk, mi a végeredmény. És el kell engedni az időt, és azt, hogy hogyan fog ez a valami megtörténni. És ezt úgy látom, hogy nagyon nehéz az embereknek megérteni, elfogadni, mert a mi korlátolt emberi elménk egyszerűen nem tud felülkerekedni a tényeken. A tényeken, amik jelenleg szilárdnak tűnnek az életben. És ez lehet egy olyan manifestáció, hogy szeretnék egy munkakört, de másik országban van, vagy szeretnék egy bizonyos illetővel összejönni, de másik országban van megint, vagy nincs képesítésem ahhoz a munkakörhöz, vagy bármi. A lényeg az, hogy amikor azt gondoljuk, hogy valamelyik manifestáció nehezebb, mint a másik. Tehát, hogy kis dolgokat könnyen tudok manifestálni, de nagy dolgok nem mennek. Akkor több minden zajlik le. Egyrészt kreálok egy tudatalatti programot, amivel azt mondatom magamnak, hogy ezt nem tudom könnyen megcsinálni, tehát sokkal több időbe fog telni, sokkal hosszabb ideig fog, tehát sokkal több energiát kell belefektetnem, sokkal több munkát kell belefektetnem. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy azon a frekvencián meg fogom teremteni azokat a hátráltató dolgokat, amik tovább fogják ezt lassítani. A harmadik oldala, az mondjuk úgy, hogy spirituális oldalról nézve. Ha én hiszek abban, hogy bármi, amit én szeretnék megteremteni, azt az univerzum, vagy Isten, felsőbb erő, bármi, hozza meg nekem, akkor azáltal, ha én azt gondolom, hogy ezt könnyű megteremteni, ezt nehéz megteremteni, azáltal lekorlátozom ezt a hatalmat. Hiszen hogyan is gondolhatom azt, hogy Isten, univerzum nem képes valamire? Erre képes, erre nem képes. Tehát innentől kezdve nem hiszem el azt, hogy ez a teremtő erő bármit képes megtenni. És ez teljesen normális, hiszen, ahogy mondtam, a korlátolt elménk nem képes látni messzebbre. Úgy tudjuk ezt elképzelni, mintha mi emberek egy mikroszkopon keresztül látnánk az eseményeket, tehát szeretnék valamit elérni, kitűztem célul, ez a célom, és az oda vezető utat, amin éppen megyek, azt egy mikroszkopon keresztül látom. Ugyanakkor Isten, univerzum teleszkopon keresztül látja. Tehát azt, amit én itt nem látok ebben a pillanatban, ő látja, hogy melyik út merre fog vinni engem. Úgy is mondhatnánk, már éltem ezzel a példával, és nagyon sok embernek tetszett, hogy ha el akarok jutni a Hungária körútról a vele párhuzamos utcára kocsival, akkor a GPS azt fogja nekem mondani, hogy menjek keresztül a Hős utcán. A Hős utca, ha valaki nem járt azon a környéken, vagy nem pesti, akkor az az utca, ami régen, tehát most már lebontották, régen egy olyan utca volt, ahova még a nagyon kemény emberek sem mertek még nappal se bemenni. Ha megállsz kocsival, lelopják a kereket. Mindegy, a lényeg, hogy szemléltessem ezt, hogy te nem látod, hogy miért azon az úton kell menned, nem tudod, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek, de a felsőbb erő, Isten, univerzum látja. Oké? Mit akartam mondani? Tehát olyan az egész, mint hogyha elölveszed a telefonodat, beülsz a kocsiba,
vagy ha más navigációs rendszere van a kocsiba, beírod a címet, ide akarok menni. És a navigációs rendszer, mi ennek van biztos valami rövidebb neve magyarul, az ki fog adni neked több opciót, több útvonalat. És ki fogja jelölni, hogy melyik a leggyorsabb, a legegyszerűbb, legrövidebb. Automatikusan azon indít el téged, és te mész azon az úton. És lehet, hogy a legrosszabb környékeken mész keresztül, de az viszod a leghamarabb. Dönthetsz úgy, hogy nem azon az úton mész. Tehát ha valami nagyon nem tetszik a jelenlegi szituációban, tehát mondjuk jön egy lehetőség, és te megijedsz, nem ugrasz rá, elengeded, és oda lesz, semmi baj. Mi fog történni? Ha továbbra is ugyanaz a cél van a fejedbe, akkor a navigációs rendszer újra tervez. Elindultál ezen az úton, de nem ott kanyarodtál be, ahol kellett volna, akkor csinál neked egy új útvonalat. Lehet, hogy hosszabb lesz, lehet, hogy kerülő, de attól függetlenül nincs olyan, hogy kész, elvágták az egészet, és nem fogsz eljutni a célodig. Oké? Okay? Tehát, hogy teljesen ugyanez van minden egyes céllal. Oké? Okay? Tehát én tudom magamról, hogy nagyon sok mindent a hosszabb úton teszek meg, mert azt érzem, hogy még nem vagyok kész, nincs itt az ideje, vagy szeretnék többet lenni mondjuk a gyerekekkel, és nem vagyok hajlandó több időt szánni adott dolgokra, és tudom, hogy attól függetlenül eljutok oda, ahova szeretnék, csak a hosszabb úton. Ami még eszembe jutott, a Bibliában ugye az van, hogy legyetek olyanok, mint a gyerekek, és akkor léphettek be a mennyek országába. Milyen egy gyerek, mondjuk karácsonykor, tudja, hogy mit fog kapni? Mondjuk írt egy listát. Írta Jézuskának, Mikulásnak, ki melyik országban éppen kivel van, és megírta azt a listát, elküldte, és onnantól kezdve nem aggódik rajta. Nem gondolkodik rajta, hogy vajon megérdemlem-e? Vajon megkapom-e? Vajon lehetséges ez? Hogy fogja Jézuska vagy a Mikulás megcsinálni? Hogy? De nincsen hogy. Elengedi a hogyant. Rábízza a varázslatra. És az én gyerekeim ugyanilyenek, 9 és 7 évesek most, még mind a kettő stabilan hisz a Jézuskába, meg a Mikulás az már döcög, a húsvéti nyúl még döcög, de a Jézuskát azt még tartjuk, és minden egyes karácsonykor meg van beszélve az apjukkal, hogy amit a listára ráírnak, azt fogják kapni. Mert nekem van olyan gyerekkori élményem, meg biztos nagyon sokaknak, hogy nem azt kaptad karácsonyra, amit szerettél volna. Tehát onnantól kezdve oda a varázslat. Nyilvánvalóan nagyon sok gyerek ezért jön rá arra, hogy nincs a Jézuska mondjuk. Tehát nálunk az egy megegyezés, hogy a gyerek azt kap, amit kér. Az az egy esemény van az évben, amikor felírta a listára, akkor azt fogja hozni a Jézuska, hiszen így tudom tartani a varázslatot neki. És a legutóbbi karácsonykor raktam össze ezt a példát magamban. Éppen írtam egy ilyen kívánságlistát, ugye én is, hogy miket szeretnék elérni a következő évre. És aznap odajött a nagyobbik lányom, Bella, hogy megírtam a Jézuskának a listámat, adjuk fel! És akkor így összeállt a kép, hogy mind a ketten írtunk egy listát, hogy mit szeretnénk. Akkor miért van az, hogy ő elmegy, játszik, és karácsonyig rá sem gondol, mi meg emberek, akik szeretnénk teremteni egy ilyen listával, mi meg folyamatosan stresszelünk. Az ő listáján egy Star Wars-os Lego volt, az enyémen meg kocsi, és ő elengedte, én megfeszkóztam, hogy úristen, de hogy, és honnan, és miként, és félek vezetni, stb. Nyilván, aki tudja, aki követ engem, az tudja, hogy vezetésfóbiám volt, nagy sokára rájöttem, leküzdöttem, és onnantól kezdve meg tudtam teremteni az autótól kezdve mindent. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mi emberek kétségbe vonjuk ezt a varázslatot, hogy ez megtörténik. Kétségbe vonjuk azt, hogy Isten, univerzum mire képes? És kétségbe vonjuk a saját hatalmunkat. Azáltal, ha nekiállunk agyalni rajta, hogy mégis ez hogy történhetne meg, Úristen. És mindenki hibás ebbe. Én is ugyanígy beleesek néha ebbe a hibába. Az a lényeg, hogy egy idő után jöjjünk rá, hogy mit csinálok azáltal, hogy stresszelek rajta, hogy hogyan fog ez megtörténni. Hiszen mit tudok én? Mit tudok én arról, hogy történhet meg? És ha visszagondolunk, akár csak nagy manifestációkra az életünkbe, akár nagy eseményekre,
amiről anno azt gondoltuk, hogy nem lehetséges. Hogy történt meg olyan úton, amit elképzeltünk? Vagy ha egyáltalán olyan dolog történt, amire korábban azt gondoltuk, ez lehetetlen. Hogy történt meg? Megtörtént pedig. Nekem számtalan ilyen van az életemből, tehát akár csak velem kapcsolatos dolog is, hogy milyen voltam régen, és elképzelhetetlennek tartottam azt, például, hogy meditálok. Mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Vagy elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy emberek előtt beszélek. Azt mondtam, hogy ez lehetetlen, ilyen soha nem fog megtörténni. És most ott vagyok, és visszanézek, hogy de megtörtént. Tehát az a kételj, ami akkor is ott bennem volt, ez teljesen megszűnt, és megtörténtek azok a dolgok, amiket szerettem volna. Tehát az a lényeg, hogy amikor azon kapod magad, hogy az emberi elmét pörög, úristen, hogy fog ez megtörténni, ez lehetetlen, nincs rá mód, nem tudjuk megoldani, nincs megoldás, akkor vegyél egy mély levegőt. Többet. Jó pár percig, amíg lenyugszik a szervezeted, és beszéld át magaddal, hogy attól még, hogy én nem látom a megoldást, az nem jelenti, hogy nincs megoldás. Attól még, hogy az én környezetemben nem volt rá példa, vagy nem tudok példáról, az nem jelenti, hogy a világban nincs példa arra, hogy valaki elérte ugyanazt, amit én szeretnék itt és most. Oké? Okay? Tehát szépen át kell forgatni, hogy lenyugodjon a szervezeted. És kinek mi a szimpatikus? Ha spirituális oldalról szeretnéd megközelíteni, akkor csinálhatod azt, hogy eldöntöd, hogy azáltal, hogy pörgök azon, hogy fog megtörténni az esemény, azzal lekorlátozom Istent, kétségbe vonom az ő hatalmát, és ki vagyok én, hogy kétségbe vonjak egy isteni hatalmat, meg a saját hatalmamat. Tehát lehet a spirituális oldalról is megközelíteni. De lehet arról az oldalról is, hogy azáltal, hogy én pörgök, és azt gondolom, hogy nincs megoldás, azzal teremtem azt, hogy nincs megoldás. Tehát ha én arra fókuszálok, hogy nincs megoldás, vagy hogy fog megtörténni, honnan jön a pénz, hogy gyógyulhatnék meg, hogy jöhetnék össze ezzel az illetővel, azzal, azon a frekvencián vagyok, amivel teremtem azokat a szituációkat, amiket végig gondoltam, és egyik sem működik, ugye? Azáltal teremtem azt, hogy nem működik, hogy nem lehetséges, hogy nem tud hozzám megérkezni, amit szeretnék. El kell engedni a hogyant. A mikort is, de az teljesen más téma, tehát arról most külön nem beszélünk, az a lényeg, hogy arra fókuszálunk, amit akarunk. Lehet, hogy nincs még itt az ideje. Lehet, hogy benned vannak negatív tudatalatti blokkok, negatív hitrendszerek. Lényeg az, hogy kapd el ezeket. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz rajta pörögni, kapd el, és szépen forgasd át. Nem tudom, hogy fog megtörténni, elengedem, Isten, univerzum, felsőbb erő kezébe teszem, hátradőlök, és addig csinálok mást, amíg megtörténik. Oké? Okay? Tehát ez a lényeg, engedjük el a hogyant, mert amíg ráfókuszálunk, addig gátoljuk, hogy megteremtődjön, amit szeretnénk. Abban a pillanatban, hogy el tudjuk engedni a hogyant, abban a pillanatban be tud indulni. Jó? Rendben, ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!